Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy hölgy vendéget invitáltam meg ma a stúdióban, méghozzá azért, mert nagyon sokat látjuk őt reklámokban, és a Fejér megyeik pedig köszönhetik őt abban a minőségében, hogy Balázsik Zsófia az egyik elismert és ismert agrárszakember megyénkben. Agrárszaktanácsadóként dolgozik. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok, én is köszöntök mindenkit. No, hát az első kérdés mindenképpen az, hogy ugye Fejér megyei agrárszaktanácsadóként dolgozol. Egy hölgy miként választ magának hivatást, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy nem szokványos. Tetszik, nem szokványos, hogy valaki az agrártudományokban jeleskedik. Igen, ezt én is nap mint nap tapasztalom, hogy nőként ritka ebben a szakmában, de én ezt azt gondolom, hogy otthonról hoztam. Állatorvosok mellett nőhettem fel. Gyerekként rengeteget jártam édesapámmal dolgozni, és tudtam, hogy mindig valamilyen szinten így az agrárium közelében szeretnék maradni. Nem titok, hogy én is állatorvosnak készültem, de akkor azt gondolom, hogy így a lovaglás, a lovazás szenvedélye egy kicsit elvette a figyelmemet a tanulmányaimról, és mondjuk az Állatorvos Tudományi Egyetemre való felvételi nem úgy sikerült. Ennek ellenére talán a mostani életemet köszönhetem annak, hogy végül az akkori Veszprém Egyetem, ma már Pannon Egyetem mérnöki karára, környezettudományi szakra jelentkeztem és vettek fel. Ez mondjuk inkább egy elméleti, egy tudományos, egy kutató pálya. Én ezt sikeresen elvégeztem, sőt nagyon szerettem oda járni, de hamar, illetve az egyetem elvégzése után tudtam, hogy inkább gyakorlatorientált pályára szeretnék menni. Ennek tükrében kérdezem, hogy a szakirányt hogy választottad? Tehát mindenképpen először tudományos pályában gondolkodtál, és ugye később gondoltad maga az úgy? Egyetemi képzés, tehát azon a szakon, az abszolút tudományos volt, akkor ott egyébként részt vettem országos tudományos diákköri konferencián, helyezést is értem el, mert ott a diplomamunka lényegében egy 2 éves kutató munka volt. És már akkor szerettem volna egy kicsit a tudományosabb pályáról inkább a gyakorlatiasabb pályára orientálódni, és így a kutató munkám témája is a takarmányoknak, a mikotoxin tartalmának a vizsgálata volt, és azt egy ilyen egyetemi külső laboros kooperációban sikerült megoldanom, és ennek az eredményeiből vettem részt ezen a versenyen, és ezt követően már én úgy kerestem, tehát egyébként a verseny révén ajánlottak kutatólaborban is munkát, de az nagyon, nagyon elméleti lett volna számomra. És akkor tudtam, hogy mindenképpen valami olyat szeretnék, ami egy kicsit szabadabb, inkább emberekkel, de mégis minden nap egyfajta változatosságot jelenthet a munkában. Íve van a pályádnak. Ki volt, akire hallgattál, amikor úgy döntöttél, hogy a gyakorlati munkát választod? Ugye tudjuk, hogy isztiméri vagy, isztimérin azért ott van a családi gazdaság, de azt hiszem, hogy ma már egyre inkább kevesebben foglalkoznak, nem csak a lányok, a fiúk is a családi gazdálkodással. Nálad ez pont fordítva történt, illetve megmaradtál. Fehérvárcsurgói vagyok. Én csak a gazdaságon isztimérin nőhettem fel, így van, és ez az isztiméri gazdálkodás, ez lényegében eléggé fiatal történet, tehát nem mondhatjuk el, hogy évtizedek óta, generációk óta gazdálkodunk, sőt, mindig, amikor mondjuk, hogy családi gazdaság, akkor egy kicsit félve hallgatom, hiszen ez egy baráti társaság, akik így együtt elkezdtünk gazdálkodni, és ez abból indult, hogy mi gyerekek együtt lovagoltunk, a 4 család gyerekei,
és szerettünk volna egy olyan helyet, egy olyan hangulatos, csendes, nyugodt birtokot kialakítani, ahova elvonulhatunk szórakozni, lovagolni, jól érezhetjük együtt magunkat. És ahogy ez is az életrendje, tehát egyre kevesebb időnk jutott, azért a lovaglás nem egy olyan sport, hogy felkapom a futócipőt, és aztán a futás végeztével leteszem. Tehát a lovaglás az mindig sokkal időigényesebb, meg nyilván amikor egy élőlényről van szó, akkor az mindenféle egyéb kötelességet és felelősséget is jelent. Így erre egyre kevesebb idő jutott. Viszont ott elkezdtünk így gazdálkodni, mindent kicsiben. Először csak néhány húsvéti bárány volt, amit simogattunk, és ebből lett egyébként ez egy ilyen közös gazdálkodás. De miért a juhokat választottátok? Utána folytatjuk egészen más vonalon. Miért a juhokat? Szerintem ez is jött. És ma már tényleg közel 250 anyajú van. No, viszont 2008-ban végeztél az egyetemen, ez nem titok, és abban a pillanatban elkezdtél gyakorlattal foglalkozni. Tehát amikor a Fejér megyei mezőgazdasági szakigazgatási szervezetnél mi volt az első gyakorlati munkád? Miként emlékezel rá? Falugazdászként kezdtem a pályafutásomat 2008. augusztus 1-én. Én az nagyon-nagyon jó időszakban kerültem egyébként így a falugazdászhoz, falugazdászként a szervezethez. Még ott volt, tehát még nagyon sok jó korábbi, akkor tehát tapasztalt kollégákkal kezdhettem el, és tőlük tanulhattam. Kapásból 13 település került hozzám, aminek különösen örülök, hogy nem feltétlenül édesapám körzetéből, tehát így teljesen önállóan magam építhettem fel, úgymond azt a közeget, amiben aztán később jól éreztem magam, és mondhatjuk azt, hogy elismerték a munkát. Rendkívül nehéz feladat lehetett. Mondom ezt azért, mert elsősorban azért, ugye nagyon sokat dolgozunk, ez egy mellékszál, de gyorsan elmondom, nagyon sokat dolgozunk azért, hogy a mezőföldön a paraszt ne legyen szitok szó, ennyi az egész. Ugye a szántóföldhöz asztal, a szlogen az egyébként tőlünk származik, az Agrárinfo című műsorból, de nem is ez a lényeg. Én a személyes tapasztalatom, hogy még mindig férfi szakma a mezőgazdaság. Úgyhogy ezért is különösen becsülöm azt az ívet, amit a pályádnak adott a szakértelmed. Miként nyerted el a 13 faluról beszéltünk, az ott élők bizalmát? Hiszen aki mostanság mezőgazdasággal foglalkozik, az bizony nagyon rátarti ember, mondom én. Érdekes, én például gyakran emlegetem úgy a gazdáimat, és gazdáimként is hívom őket, de gyakran mondom azt, hogy parasztok, és a szó jó értelmében ez nem szitok szó, és akik nyilván ismernek, és tudják, hogy mit és miért, és gyakorlatilag értük dolgozunk, azok nem is veszik ezt rossz néven. Nehéz volt, tehát nőként, ráadásul pályakezdőként, akkor jöttem ki az iskolapadból, nem feltétlenül gondolták azt, hogy én leszek az, aki az ő problémáikat meg fogja tudni oldani. És a kedvenc példám, hogy ugye falugazdászként a területalapú támogatás, ami az egyik legfontosabb bevételi forrásuk egyébként a kis, közép, nagy gazdálkodóknak is, tehát ez egy fontos program, úgymond a területalapú támogatások beadása, és elsősorban ebben a falugazdászok segítik a gazdálkodókat. És a korábbi években nagyon sokszor volt probléma a rendszerrel. Tehát ez központilag leállt, később lehetett csak órákkal később újra dolgozni a felületen, és olyankor az idősebbek mindig azt gondolták, hogy na, ez biztos valamit én hibázom, és nem háttér problémák vannak. De aztán azt, hogy talán elfogadtak, vagy elismertek, az annak köszönhető, hogy érezték, hogy mindent, és nem csak a feladatkörömön belül, hanem azon túl is bármilyen kérésük és kérdésük volt, annak igyekeztünk
mindig maximálisan utána járni. Nem, ez persze nem azt jelenti, hogy azonnal tudunk egy-egy kérdésre válaszolni, mert mi sem tudhattunk akkor Barános. Sem, meg most sem mindent rögtön. Ez bizalmi kérdés nyilvánvaló. Hogy alakult ki a rutin? Hiszen nyilvánvaló minden feladat más értelemszerűen, de ha valaki egy bizonyos dolognak szenteli csak és kizárólag a szakmai tudását, az rossz úton jár nyilvánvaló. Igen. Tehát azért kell némi rutin. Mennyi időnek kellett eltennie, hogy biztonságosan mozog minden egyes kérdéskörben? Erre talán azt mondom, hogy a mai napig nem merném azt mondani, tehát nem mernék annyira magabiztos lenni, sőt, szeretem most is körbejárni azokat a kérdéseket, amire lehet, hogy hirtelen tudok válaszolni, és mondjuk válaszolok is, de biztos, hogy utána nézek annak, hogy esetleg ma olyan gyakori a változás, napi szintű jogszabályváltozások vannak hazai és uniós szinten is. Tehát nekünk a feladatunk az, hogy ezeket így napra készen nyomon kövessük. És ez bizony azt jelenti, hogy magyar közlöny és a többi olyan, tehát napi szintű figyelmet igényel. Tehát nincs rutin. Abban lehet, elnézést, tehát abban az lehet, hogy éves szinten van egy körforgás, és ugyanolyan típusú feladatok jönnek vissza. De ezeken a feladatokon belül, vagy ezekben a feladatokban is rengeteg változás van, tehát nem lehet rutinról beszélni. Mennyiben különbözik a falugazdász és az agrárszaktanácsadó munkája? Az alap nyilván ugyanaz. Igen. De azért mégis más, tehát ez egy lépcsőfok már felfelé. Igen. Hát agrárszaktanácsadóként legalábbis amilyen területen mi mozgunk, nekünk az a feladatunk, hogy a gazdálkodóink adminisztratív terheit minél inkább segítsük, és az imént is említett hazai és uniós jogszabályok által előírt kötelezettségekben maximálisan próbáljuk úgymond kiszolgálni őket, és annak a megoldását gyakorlatilag a lehető legegyszerűbben eléjük tárni. 10 esztendeje vagy ebben a körben. Igen. Mit veszel észre? A szaktárca használja azokat a tapasztalatokat, amelyeket a falugazdászhálózat, illetve a szaktanácsadói megyéről megyére felhalmozott? Gondolok itt elsősorban a vidékfejlesztési operatív program és a többi vidékfejlesztési program tekintetében. Megkérdeznek titeket? Erről összegyűjtik a tapasztalatokat? Hiszen ez mindennél fontosabb, mondom én. Van lehetőségünk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyébként az átfogó szervezete, tehát én is a kamara által nyilvántartásba vett szaktanácsadó vagyok, és lehetőséget biztosítani. Tehát, mint ahogy a társadalmi egyeztetésre ugyanúgy bárki számára elérhető egy-egy felhívás, vagy egy-egy programnak a tervezete, tehát mi nekünk is van lehetőségünk bizonyos véleménnyel élni. Nehéz kérdés egyébként, mert minden ilyen agrárpolitikai ciklus végére már jobbak leszünk, rutinosabbak, már van egyfajta eljárás, amit mindannyian bevett szokásmódjára használunk. Ennek ellenére minden ciklus eleje, pedig rengeteg új feladatot jelent számunkra, és tanulni kell. Igen, azt vesszük, hogy ugye most volt a kamarai választások sora, igen. Ráadásul ugye változás történt az országgyűlésben, ugye Simon László a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke lett, és alelnök a kamaránál is, új elnök van a Fejér megyei kamaránál, Láladas ott van nekünk ugye Zászlós Tibor az országos alelnökként, Győrfi Balázs pedig maradt, tehát ő képviseli azt az irányvonalat, amit azt hiszem, hogy megszoktunk, és a gazdák mondják, hogy ez így nagyon is rendben van. Ilyenkor mi a dolga a szaktanácsadónak egy új esztendőben? Hiszen 2018 egy rendkívül fontos esztendő volt. Ugye a választások után, új elvek mentén, a vidékfejlesztési program utolsó esztendeiben vagyunk, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos a gazdáknak és a vezető irányító szakembereknek is. Igen. Ebben a részében szerintem a mi feladatunk, mert valóban valamilyen szinten a ciklus végén járunk, hiszen 2020 a zárása,
viszont a támogatója a beruházás, a vidékfejlesztési program beruházási projektjeiben a támogatói döntések azért az év végével születtek meg, és most kezdődnek a beruházások, a megvalósítás időszaka. És nekünk azért szaktanácsadóknak, illetve akik így a szakmában bármilyen szinten is dolgozunk, nagyon komoly segítséget kell abban nyújtani a támogatást igénylőknek, hogy ezeket a pénzeket, a támogatásokat a lehető legjobban le tudják hívni, és lehívják. Ne ragadjanak bent ezek a források, mert az viszont a ciklus végével újabb kormányzati szinten problémát fog jelenteni. És egyébként ezeknek a lehívása összetett, és a pénzügyi elszámolás az ma már segítség nélkül nem megy. Tehát több fázis, az ütemezés, akkor maga a kivitelezés szempontjából ebben a szektorban azért meglett ezek a támogatási kérelmek, ezek másfél évvel ezelőtt lettek benyújtva. Időközben rendkívül sok változás történhetett. Volt, aki már saját felelősségre elkezdte a megvalósítását, van, aki úgy gondolta, hogy egyéb más technológiát fog megvásárolni, vagy éppen úgy döntött, hogy inkább mégsem valósítja meg. Tehát ezeknek a lekoordinálása, ez a mi feladatunk lesz. Nehéz feladat. Ugyanakkor még kicsit menjünk vissza az időbe, hiszen nem csak falugazdászként, hanem megyei szaktanácsadóként ismerünk, hanem a miniszterelnökségen is fontos szerepet játszottál, és szintén az agrárszektor tekintetében. Mi az, ami a felső kormány szinten más? Tudom, hogy minden, de ugye a döntés előkészítés és azoknak a megvalósítása az mindig egy különleges feladat. Milyen szerepet játszott az életedben az az időszak? Nagyon Elsimon László képviselő úr, illetve akkor a miniszterelnökség államtitkára, a miniszter helyettese mellett volt szerencsém agrárügyekért felelős tanácsadóként dolgozni. Egy nagyon szép időszak volt, és nagyon tanulságos. Főleg abban a tekintetben, hogy én azelőtt is, azután is lényegében ugye itt a gyakorlati munkában a szaktanácsadás révén mindig részt vettem, és így a miniszterelnökségem pedig lehetőségem volt egy kicsit a másik oldalról, mondhatni a jogalkotás oldaláról megismerni ezt a programot. És érdekes, azt hiszem, hogy kevesebben vagyunk azok, akik a gyakorlat és a végrehajtás oldalon is ott vannak, és ott is ott lehetnek. Ezt hasznosítottad, ezeket a tapasztalatokat? Igyekeztem hasznosítani, kisebb-nagyobb sikerrel. Mert az egyik oldalon, ugye erről beszéltünk, de akkor ha itt sorba megyünk, akkor látja mindenki ezt az ívet, hogy ugye ott van a kormányzati döntések halmaza. Igen. Közvetlenül a miniszterelnöksége, a szaktárcánál egyébként, majd Fazekas Sándorról beszélünk rögvest, ott van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ami megint csak fontos, és ugye ott vannak azok az egyéb szakszervezetek, szakirányú szervezetek, tehát a terméktanácsok és a többi, akik megint csak, tehát mondjuk a MAGOSZ, ami országos és nagyon fontos, ami megint csak beleszólt. Miként látod, hiszen valamennyit kész közelből tapasztaltad szakemberként, hogy ez a hármas egység, ez a többes egység a döntés előkészítésében és megvalósításában, ez így rendben van? Hát mindenféleképpen azt mondom, hogyha mindenki valóban részt vesz az előkészítő munkában, akkor az jól tud működni. Volt erre, tehát volt abszolút pozitív példa, viszont amikor nagy a dömping, és nagyon sok különböző előkészítés alatt álló jogcímek vannak, és a többi, akkor nem mindenki kapja meg a megfelelő szerepet. Igen, jó, hát vegyük úgy. Jó. Szaktárca. Föl Fazekas Sándor alatt én azt tapasztalom, hiszen azért járom a megyét, sőt a megyén is van kitekintésem, működnek a dolgok, ugyanakkor nekünk a jó nem elég már Fejér megyében, ezt nagyon is tudjuk. Melyik az az ágazat, ami a különösen segítségre szorul?
Valamilyen szinten mindegyik. A munkaerőhiány az, ami nagyon nagy problémát jelent most minden ágazatban. Tehát én látom a gazdálkodóinkon, hogy az állattenyésztés például ott, és mondjuk tehát a ajutenyésztés, ott nagyon erősen számolják fel az állományokat, csökkentik le, egyszerűen nincs munkaerő. Tehát már senki nem akar János Vitéz lenni? Nem. Kukoricáncsi? Nem. És már nem a klasszikus értelemben vett juhászok vannak, hanem ők vándorló életet élnek ezek az emberek, és nem lehet hosszú távon számítani rájuk. Sajnos teszem hozzá. Igen. Itt is csak egy közbevetés. Nemrégiben jártunk a kollégámmal, Megyeri Zolival Csíkszeredán, ott volt a nagy berbécsvásár, egyébként a szaktárcától is voltak. Egyre többen választják például Erdélyben a juhtenyésztést, a klasszikus juhtenyésztést, ugye a berbécs az ott kincs. Igen. No, hát ezzel nem tudunk segíteni, viszont menjünk tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak szaktanácsadóként tevékenyedsz, hanem számtalan fontos funkciód van ezen túl is. Vegyük Vadex például. Igen, felügyelőbizottsági tag vagyok most már 2008 óta. Nem 2008, 2012 óta. Tehát igen. Már imáron 6 esztendeje. Én azt gondolom, hogy jó úton jár a vadgazdálkodás Fejér megyében. Milyen feladatokat ród rád ez a felügyelőbizottsági tagság? Lényegében a munkájukat próbáljuk a Vadex ZRT-nek a munkáját, egyfajta kontroll, ellenőrzés, negyedévente vannak felügyelőbizottsági tagsági ülések, és igyekszünk mindent nyomon követni, de egyébként én azt gondolom, hogy kiemelkedően jól működik a megyénkben. Igen, hát Magyaros Gábor, erről sokat beszélünk, leginkább a Soponyáról, de hát nyilván az van hozzánk közel, és nagyon-nagyon fontos. Melyek azok a feladatok, amelyek most foglalkoztatnak? Most szaktanácsadóként elsősorban rengeteg aktuális feladatunk van egyébként. Most január 31-ével egy nagyobb feladatot teljesítettünk. A gazdálkodási napló beadási határideje volt a gazdáknak. Ezeket kellett elektronikusan beadni. Most lesz majd a nitrátjelentés leadási kötelezettség. És lassan kezdjük az egységes kérelmek, tehát a terület alapú támogatásokat is, de arra még mondjuk van egy másfél hónapunk. Ezen kívül vannak most futó pályázatok is, és ezekre is ösztönözzük azokat, akik a felhívás, illetve a pályázat kritériumait tudják teljesíteni. Úgyhogy, mint ahogy már sokszor el is mondtam különböző fórumokon, hogy szaktanácsadóként talán a falugazdászoktól eltérően az is az egyik legnagyobb különbség, hogy mi azt szeretnénk, hogy a támogatásokat a lehető legmaximálisabban használják ki a gazdáink, és erre próbáljuk nekik így a lehetőségeket megmutatni. Egy kérdés a végére, mi kell ahhoz, hogy egy boldog, mosolygós Balázsik Zsófiát láthassunk napról napra? Aki szereti a munkáját, az szerintem mindig mosolyog. Aki szereti azt, amit minden áldott nap csinál, az jól érzi magát a bőrében. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Balázsik Zsófia volt, Fejér megyei agrárszaktanácsadó. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra.